Köszöntöm a nézőket, ez a Közügyek, Loboda Árpád vagyok. A mai műsorunkban bemutatjuk, hogy milyen fejlesztések valósultak meg a magyar kormány gazdaságfejlesztési programjának köszönhetően a Szatrakt és a Caprioló Kft-kben. Megnézzük, hogy mit hoz Szabadka közlekedésének a hamarosan teljes egészében megnyíló Y-elágazás. Arról is beszélgetünk, hogy milyen fejlesztések valósulnak meg Palicson, majd utána járunk, hogy miért tilthatják el az orosz versenyzőket a világversenyekről. Csókára is ellátogatunk a mai közügyekben, illetve beszélgetünk a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatának bemutatójáról, illetve azt is megtudhatják a mai közügyekből, hogy hogyan sikerült megmenteni a 111 éves Szabadkai Filharmóniát. Azonnal kezdünk, tartsanak velünk! Két jelentős beruházást adtak át ma Vajdaságban, amelyeket a Prosperitáti Alapítvány támogatott. Először a Szatrakt Kft-t mutatjuk be, amely 1993-ban alakult meg Topolyán. A telekommunikáció több ágában tevékenykednek. Az általuk lefektetett optikai kábelek behálózzák szinte Szerbia egész területét. A Prosperitáti Alapítvány pályázatának köszönhetően bővíteni tudták telefon, internet és kábel TV szolgáltatásukat. A beruházás elsősorban magyar lakta területeken valósult meg. A 90-es években Topolyán 5 alkalmazottal kezdte meg a munkáját a Szatrakt Kft. A tulajdonos Zsemberi János elmondása szerint jelenleg mintegy 1200 munkatársuk van. Eleinte csak építettünk másoknak és forgalmaztunk eszközöket. Olyan céget képviseltünk, mint a Motorola például, vagy az Astra, vagy a Teleste. Mai napig is ezt csináljuk más szomszédos országokban, mint Magyarország, Bosznia-Hercegovina, Montenegro vagy Makedónia, illetve itt Szerbiában saját hálózatokat építünk és szolgáltatunk is. Az országban most mi vagyunk a harmadik legnagyobb kábel TV operatőr. És ezen kívül van még egy komoly tevékenységi köre a cégnek, biztonsági technikai cégként is működünk, ahol telepítünk kamerarendszereket, riasztórendszereket, beléptető rendszereket, okosházakat, illetve objektumokat csinálunk, hálózatokat tartunk karba. A cég tevékenysége egész Szerbiára kiterjed. Kábel TV szolgáltatást Vajdaság területén is Belgrádban nyújt. A Prosperitáti Alapítványnál ennek a hálózatnak a bővítésére pályáztak. A korábbi hálózatunkkal több mint 100 000 háztartást tudtunk elérni, persze ez nem azt jelenti, hogy mindenki felhasználunk a több mint 100 000 háztartásból, bár nagyon sok felhasználunk van, és ennek a támogatásnak köszönhetően tovább tudtuk bővíteni a hálózatunkat 20%-kal, még 20 000 háztartás, elsősorban magyar háztartás vált a számunkra elérhetővé. Apatin környékén például olyan településeken, mint Kupuszina, vagy Szilágy, vagy Újvidék környékén például Budiszava, vagy Piros, vagy tehát ilyen települések kerültek kiépítésre, illetve az 50%-ának a támogatásnak elsősorban Szabadka környékére is Szabadkára került, ahol képítettük nem csak Szabadkának a felét, hanem a Szabadka környéki falvakat, mint Palics, Radanovác, Hajdújárás, Nosza. A hálózat kiépítése minőségi előrelépést is jelent. Ez a hálózat kizárólag csak optikai kábelekből lett építve, aminek az az előnye, hogy aktív elemek nélkülözése lévén ez egy nem áramtól nem függő rendszer, a hiba lehetőségek sokkal kisebbek egy ilyen rendszerben, és a kapacitások pedig szinte végtelenek, úgyhogy ez a rendszer a legújabb technológiával épült rendszer, és az országban egy szolgáltatónak sincs ekkora százalékban ilyen technológiával épített rendszere, ez az úgynevezett fiber to home.
A befektetés önrészből, banki hitelből és vissza nem térítendő támogatásból valósult meg. A projektet azt a 810-valahány millió dinárra terveztük, utána ez felment 995 millió dinárig, tehát majdnem 1 milliárd dinárig. Eredetileg úgy volt tervezve, hogy az önrész az 20% lesz, a támogatott rész, a vissza nem térítendő rész az 35%, és a megmaradt 45% pedig hitel formájában valósul meg. Ez a hitel ez így is maradt, az önrész növekedett egy kicsit meg, mivel hogy túl teljesítettük, időközben még kiderültek dolgok, hogy még ezt is ki kell építeni, azt is ki kell építeni, hogy így kerek a történet. Tehát, mint mondtam, majd 1 milliárdos befektetésről van szó, aminek 35%-a az vissza nem térítendő. Ahol ez a hálózat kiépült, a háztartások mindenhol a legmagasabb minőségű szolgáltatást kaphatják. A Szatrakt Kft. Kábeltévés kínálatában szerepel a Pannon televízió műsora is. A Szatrakt Kft. Átadóján György László, Magyarország Innovációs és Technológiai Minisztériumának államtitkára is jelen volt. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az új technológiák felhasználásának köszönhetően Közép-Kelet-Európa felzárkózik a nyugat-európai országok életszínvonalához. Ma a világ egyik legfejlettebb régiójának számít Nyugat-Európa, és a világ egyik legfejlettebb régiójához közelít Közép-Európa, ahol mi is élünk. Ez az a rendszer, értékrend, életmód, életstílus, amely Európát nagyjátette, és amely Európát követendő példává teszi más világrégiók számára is. És ez az az értékrend, és ez az az alappillér, ez az a talapzat, amire épül az Európai Unió működése is, és azért támogatjuk azt, hogy Szerbia minél előbb az Európai Unió tagja legyen, hogy a magyar közösségek, amelyek reményeink szerint ennek a vállalkozásfejlesztési programnak köszönhetően is egyre közelebb kerülnek egymáshoz, még közelebb kerülhessenek egymáshoz. Ismerd meg múltadat, hogy megértsd a jelent, és értsd a jelent, hogy tiéd legyen a jövő. Egy olyan vállalkozásnak a fejlesztését adjuk ma át, amely a jövőbe fektet, olyan alapinfrastruktúrát fektet le a Vajdaságban, a magyar közösségeket olyan alapinfrastruktúrával köti össze, amelyek a jövőt jelentik a térség számára. Arról beszélek, hogy a 21. században az egyik legnagyobb kihívás a gazdaságban a technológia robbanásszerű változása. Erre pedig csak innovációval tudunk felelni. Innováció pedig nem csak azt jelenti, hogy valami újat találunk fel, hanem valamit alkalmazunk, amit a világban már mások is sikerrel alkalmaztak. Ahhoz, hogy sikerrel tudjunk alkalmazni innovatív megoldásokat, ahhoz pedig olyan alapinfrastruktúrákra van szükség, mint amilyet most Zsemberi úr vállalkozása itt a Vajdaságban megteremtett a vajdasági magyarok, és a Vajdaságban élő nem csak magyarok, hanem szerbek és egyéb nemzetiségek számára is. A másik ma átadott fejlesztés a Topolyai Capriolo Kft.-ben valósult meg. A cég kerékpárjai a világ 22 országában kaphatók. A vállalatban évente közel 90 ezer biciklit szerelnek össze, ezzel piacvezetőnek számítanak Szerbiában. A Prosperitáti Alapítvány nagy léptékű beruházásokra szánt pályázatán a két csarnokot is felépítettek, bemutatótermet alakítottak ki, és az irodaházat is modernizálták. A Capriolo Kft. Telephelye a Topolyai ipari zónában helyezkedik el. Nem volt ez mindig így. Brinza Lajos tulajdonos 90-es években a családi házuknál testvérével és barátjával kezdte meg a tevékenységét. Aztán nagyon dinamikusan fejlődött, mert gyakorlatilag minden eladott bicikli újabb vevőket hozott, tehát ez nyilván egy szerencsés pozíció is volt a piacon, tehát hogy akkor hiánytermék volt a kerékpár, akkor volt egy ilyen fölmenő ívben a mountain bike, hogy a
18 sebességes Shimano váltós biciklik, azok nagy szenzáció voltak egész Európában. Úgyhogy egy jó időben, jó helyen, jókor kezdtünk, meg hát szerintem azért az odaadott szorgalom sem elhanyagolható, tehát nagyon sokat dolgoztunk, és szinte hónapról-hónapról a sikerélmény hajtott tovább bennünket, mert mindig tudtuk duplázni, vagy legalábbis mindig többet tudtunk eladni, és ez így valahogy hajtott bennünket, hogy újabb és újabb befektetéseket csináljunk. A befektetések meghozták az eredményeket. A Capriolo jelenleg a piacvezető kerékpárgyártó Szerbiában. 50 kerékpárral kezdtük, vagyis legalábbis egy darab kerékpár, majd 50 kerékpár, amit a Zoli barátommal szerelgettük össze. Ma ez a 23 év alatt a munkások száma az közel 200 munkást jelent, és a darabszámok azok pedig megközelítik a 90 ezeres darabszámot. Ezeket a kerékpárokat hol tudják értékesíteni? Amikor kezdtük a céget, akkor csak hazai piacban gondolkodtunk, és hát azt se tudtuk elképzelni, hogy majd egyszer a legnagyobb hazai gyártó leszünk, vagy legalábbis a legnagyobb hazai forgalmazó. De 2007-2008-2009-ben elkezdtünk kacsingatni a külföldi export felé, és úgy látszik, hogy ez az ötletünk ez jónak bizonyult, és ma 22 országba szállítunk ki kerékpárt, vagy Capriolo név alatt, vagy másoknak legyártott brand név alatt. A cég a Prosperitáti Alapítvány pályázatain már több körben részt vett. Kerékabroncs és kerékgyártó gépsort vásároltak, illetve festőüzemet is létesítettek. Több apró pályázaton részt vettünk, amit meg is sikerült nyerni, de most ez a nagy beruházásoknak az ideje volt, tehát itt 1,7 millió eurót fektettünk be, ebből ugye tudnivaló, hogy 25% önrész, 35% támogatás és 40% banki hitel. Itt nagyon sok mindent meg tudtunk valósítani, tehát igazából mindezt meg szerettük volna egyébként is csinálni, csak lehet, hogy eltelt volna egy 10 év, mire ezt lassan összerakosgatjuk, úgyhogy így egy nagyon nagy lépést tudtunk előre haladni. Kicsit modernizáltuk a festőüzemet, tehát új festőpisztolyokat vásároltunk, ami viszont jelentősebb, tehát hogy egy 700 négyzetméteres csarnokot építettünk a kerékpár, vagyis a kerékgyártásnak a odahelyezéséhez. Tehát itt gyakorlatilag most mi az alumínium rudakból abroncsokat, majd kerekeket gyártunk, tehát most már saját magunknak itt a telephelyen. Ez mellett egy 2500 négyzetméteres csarnokot építettünk ki, ami a festőüzemet és a kerékpárgyárnak a nyersanyag és a készáru raktározását fogja biztosítani. Ez mellett apróbb beruházásnak tartjuk ezt, ami igazából szépen néz ki, ahol most is vagyunk, egy új bemutatóterem, egy 25 személyes konferenciateremmel, ahol oktatásokat és egyéb prezentációkat tudunk saját magunk tartani. A Capriolo Kft. Termékei az új bemutatóteremben mindenkit kerekezésre csábítanak. Az olcsóbb árfekvésűtől a legdrágább bringákig mindenféle modell szerepel a cég kínálatában. A Capriolo Kft. Üzemátadó után Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke azt hangsúlyozta, hogy a gazdaságfejlesztés a nemzetpolitika egy új, nagy sikerrel alkalmazható módszere. A VMS elnöke egyebek mellett azt mondta, hogy az elképzelések sora nem zárult le, a fejlesztési szándékok nem értek véget, újabb elképzelések is vannak. Mi 4 évvel ezelőtt, amikor belevágtunk a gazdaságfejlesztésbe, akkor szándékosan hoztunk olyan döntést, hogy a kisebbségi politikát a gazdaságfejlesztés számunkra akkor ismeretlen vizeire fogjuk hajózni. Ez egy kvázi állami feladat. Kisebbségi politika ilyet nem csinált. Viszont azért kellett ebbe az irányba mozognunk, mert ez volt a közösség tagjainak az erőteljes elvárása, megfogalmazott és kimondott elvárása,
hogy az identitás megőrzés mellett az egzisztenciális biztonságnak az alapjait kell megerősíteni, lehetőséget teremtve arra, hogy a szülőföldön boldogulni és hosszú távon gondolkodni és élni tudjunk. Szeretnék ezért köszönetet mondani a most már több mint 30 munkatársnak, akik a Prosperitáti Irodában a potenciális pályázók kiszolgálását végzik nap-nap után. A gazdaságfejlesztési programmal kapcsolatban általában azt szoktuk mondani, hogy ez a nemzetpolitikának az új eszköze, és valóban így van, mert a mi példánkon, a mi eredményeinken, a mi sikereinken fölbuzdulva mások is hozzáfogtak ennek a programnak a implementálásához, megvalósításához a saját országukban. Mi ezzel kapcsolatban az összes tapasztalatot eddig átadtuk, és nagyon nagy figyelemmel kísérjük az ő munkájukat, mert tanulunk is tőlük. De kevesebbet szoktunk beszélni ennek a programnak egy másik vetületéről, ez pedig az, hogy a gazdaságfejlesztési program az, amit mi az elmúlt 4 évben csináltunk, az nem csak a nemzetpolitikai eszköze, hanem egy szomszédságpolitikai eszköz is. Ezek a fejlesztések, amiknek a számszerűségéről alkalomtól alkalomig meg szoktunk győződni, amik itt ma is elmondásra kerültek, ezek itt valósulnak meg. Ezek itt teremtenek egzisztenciát, itt erősítik meg a cégeknek a versenyképességét, itt teremtenek munkahelyeket, itt teremtik meg a lehetőségét annak, hogy a cégekben dolgozó alkalmazottak havifizetést tudjanak kapni, amit utána a saját közegükben költenek el. Az itt megvalósított fejlesztések a szerb GDP-nek a növekedését eredményezik, itt produkálnak kivitelt, mint ahogy például a Lajosék cége, a Caprioló. Azt gondolom, hogy ez egy olyan helyzet, amelyikben a nemzetpolitikai, szomszédságpolitikai és a szülőföldhöz kötődő politikai elképzeléseink teljes mértékben meg tudnak valósulni. Végéhez közeledik a Szabadkát elkerülő Y-á kiépítése. Csak nem 30 éve kezdték el építeni a kerülőutat, először az autópályától a Topolyai útig, majd a Zombori útig vezető szakaszokat adták át. December végéig elkészül a Kelebiai határátkelőhez vezető utolsó szakasz is. Ezzel jelentősen tehermentesül Szabadka közlekedése, és a kelebiaiak is megszabadulnak majd a faluban feltorlódó kamionsortól. Csak nem 30 éve kezdték el építeni a szabadkai kerülőutat. A tervek szerint az elkövetkező 2 hétben a munkálatok teljesen befejeződhetnek. A hatalmas jelentőséggel bíró kerülőútnak az építése hosszú szünet után 2016-ban folytatódott mostanáig. A 2016-17-es évben felgyorsultak az események. 2017. augusztus 22-én az építkezés 5,6 kilométeres szakaszát adták át, amely a Topolyai és a Zombori utakat kötötte össze egymással. Zorana Mihajlović építési, közlekedési és infrastruktúra fejlesztési miniszter 2018-ban tett nyilatkozatában elmondta, a munkálatok befejezésére 1,4 milliárdot biztosítottak. Sljedeće godine ćemo završiti još 12 km i za to smo u budžetu Ministarstva saobraćaja, građevinarstva i infrastrukture izdvojili 1,4 milijarde dinara za 2019. godinu. I verujem da u januaru će se raspisivati javni poziv i da će sve to ići onako kako i planirano. Ali mislim da je vrlo značajno pomenuti da obilaznica ili takozvani Y-krak i ta veza između Kelebije, industrijske zone i autoputa je naravno važna za Suboticu, ali je jednako važna za celu Srbiju. A 2018-ban átadott útszakasszal együtt 12 kilométer készült el az Y-elágazás 24 kilométeréből. Ponosni smo da već današnji dano možemo da gledamo vozila, gledamo situaciju da je povezana i industrijska zona Mali Bajmok, gde će također teretni saobraćaj ići ka koridoru 10. Vrednost investicija je oko 1,1 milijardu i 100 miliona
dinára. Pásztor István, a tartományi képviselőház elnöke 2018-ban elmondta, az újabb átadott szakasz, amely összeköti a Kisbajmoki ipari övezetet az autópályával, könnyebbé teszi a szabadkaiak közlekedését. Mintegy 1000 kamion megy végig Szabadkán naponta, ez éves szinten több mint 300 000 nagy kamiont jelent, sleppert jelent, és azt gondolom, hogy közlekedési szempontból is, környezetvédelmi szempontból is, zaj szempontjából is fontos prioritás az, hogy ez a forgalom ne Szabadka város központján keresztül bonyolódjon, hanem kijelzésre kerüljön erre a mintegy 26 kilométeres útszakaszra, amelyik a Kelebélyi határátkelőt összeköti a Horgos Újvidék Belgrád autóúttal. A 2019-es évben az Y-nál kiépítésére a köztársasági költségvetésből 1,4 milliárd dinárt biztosítottak. A mostani munkálatok értéke 1 milliárd dinár, a fennmaradó összegből pedig egy körforgalmat építettek a határ elé. A tervek szerint az Y-nál teljes hosszát, vagyis 22 kilométert vehetnek igénybe az év végétől az utazók, amelynek köszönhetően végre sokkal biztonságosabb és csendesebb lesz a közlekedés a belvárosban. Hónapok óta nap mint nap kilométeres sorokban várakoznak a tehergépkocsik Magyarország irányába. A kétsávos út egyik oldalát teljesen elfoglalják a teherautók, így a szembejövő forgalmi sávban előzik őket az autósok és a buszok. Teljes a káosz, a helyiek alig várják, hogy megnyíljon az Y-ág, és végre felélegezhessen a település. A Kelebjai Mélykúti út melletti tanyák számára is hatalmas jelentőségű az Y-ág megépülése. Azonban a környék földtulajdonosai számára fontos lenne az aluljáró kiépítése, vagy az új úthoz kivezető földes út kiaszfaltozása. Máskülönben Szabadkát érintve Tavankút felé tudnák csak megközelíteni földjeiket. Hát ez egy nagyon jó dolog, hogy kikerüli példaképp Kelebiát is, ugyanúgy, mint falut érint, vagy az egész Szabadkát. Ez szerintem egy legjobb dolog, ami már réges-rég szükség lett volna rája. Miért fontos, hogy a Mélykúti útat érintse ez? Hát, hogy át tudjanak a földművesek menni a túloldalára, példaképp az Y-ágnak, mivel a nagyobb földterületek a túlsó oldalon vannak. Az Edward Kárdei út hosszú kamionsorai nem csak a közlekedés biztonsági szempontból jelentettek problémát a lakosok számára, az autóbuszok sem tudták megközelíteni a megállókat. Emiatt a polgároknak sokszor 2 kilométerrel előbb kellett leszállniuk. Azt hiszem, hogy nagyon, mert nagyon rossz a forgalom, valamikor nagyon rosszul járnak a buszok, nem jön a busz, nem megy ki a busz, azután félünk egy kicsit, amikor átmennek a gyerekek, mindig dudálnak a kamionok, nagyon nagy a forgalom, és tényleg nagyon nehéz az élet itt azoknak az embereknek, akik itt élnek. Szörnyen frusztráló, mert például, hogyha az utcánkból szeretnénk kijönni autóval, azt sem tehetjük meg biztonságosan. Először ki kell szállni valakinek is, jobbra-balra tekinteni, hogy jön-e kamion esetleg, vagy bármilyen jármű. Tehát ez szörnyen megnehezíti a közlekedést, és hát nem biztonságos. Nem érezzük magunkat biztonságban. És nagyon sokat jelentene, ha már végre kész lenne. Tehát az autóbusz is sokat késik ez miatt. Nehezebb a közlekedés. A határátkelőt az autópályával összekötő kerülőút által megszűnik a kelebiai polgárok kálváriája a mindennapos kamionsorok miatt. Az év végéig, ha minden rendben lesz, akkor be is tudjuk fejezni, és attól a perctől kezdve Szabadka fel fog lélegezni, ami a teherforgalmat illeti. Ez vonatkozik a levegő szennyezésre is, ami a kipufogásoktól van, továbbá tudjuk, hogy a kamionok, amik áthaladnak Szabadka területén, az rongálják az utak mellett az épületeket is. Az Y-elágazás Szabadka déli autópálya lejárójánál kezdődik, és már korábban elkészült Topolyai utat a Zombori úttal összekötő szakaszhoz csatlakozik. A 24 kilométeres kerülőút Szabadkától egészen a Kelebjai határátkelőig vezet. Amennyiben elkészül, az Északbácskai város nagymértékű tehermentesülését jelenteni. A mostani nyomvonal egyenesen folytatódik, hát egy 6 kilométert, 7 kilométert, az végső szakasz az pedig az úgynevezett Ergela meg a Majur közötti nagy réten fog átmenni. Tehát már közvetlenül a határ előtt és közvetlenül csatlakozik. A határa, ott, ahol kezdődik a határ, ott lesz egy nagy körforgalom kialakítva, tehát ott fejeződik, illetve kezdődik az Y-ágazás, de mint ahogy említettem, az a fontos, hogy ez az egész munka befejeződik majd az idejében. Jövőre marad két felüljáró építése, de ez nem fogja
korlátozni a forgalmat az Ypszilon-Lágazáson, tehát ezen az úton. A két felüljáró, az egyik az egy mélykúti út fölött, vagyis mezőút keresztezi majd egy felüljáróval kelebi a határába az Ypszilon-Lágazást, a másik pedig a Pacséri út, amelyen kiépült egy híd, de az annyira rossz minőségű volt, hogy el kellett bontani, újat kell építeni, de ezt majd jövőre fogjuk elvégezni. Az Ypszilon-ágon 100 km/h lesz a megengedett maximális haladási sebesség. Mezőgépek nem közlekedhetnek majd rajta, de megoldás mindenképp lesz számukra. A traktorok számára várhatóan dűlőút készül majd, tehát a környező termőföldek megmunkálása sem okoz majd gondot a gazdáknak. A körforgalomig továbbiakban mindössze néhány kilométernyi útszakasz vár aszfaltozásra. A munkálatok befejeződése az elkövetkező két hétben esedékes. Következő beszélgetésünk középpontjában Palics áll, ahol több beruházás is megvalósult az utóbbi időkben. Ezek jelentőségére beszélgetek Dobó Mártával, a helyi közösség tanácselnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ha Palicson áthaladunk, a főúton láthatjuk, hogy csatornázási munkálatokat végeznek, milyen ütemben haladnak. Hát mivel az időjárás kedvező, ezért teljesen jó ütemben halad az egész csatornázási folyamat, tudják tartani azt az ütemtervet, amit ugye a vízművek, illetve hát a KFV, a német állam által támogatott beruházás magára vállalt. Tudni kell erről a projektumról, ugye, hogy 8 hónapig tart, most körülbelül valahol a felénél tartunk, de a munkálatok is igen jó ütemben haladnak, hiszen Palics nem csak egy részén, hanem több részen is párhuzamosan folynak a munkálatok, úgyhogy a nyomóvezeték képítése az folyik ugye a főútvonal mellett, valamint az utcákban folyik a hálózat képítése. Mely utcákról beszélünk? Vannak utcák, amik már, tehát minden egyes szakasz van, amelyik már elkészült, van, amelyik már most fog indulni, tehát ez a Palics honlapján is megtalálható, illetve a vízművek honlapján, hogy mikor, milyen ütemezésben, melyik utca van éppen folyamatban. Most a legújabb hírek szerint a splitti fasor fog elkezdődni, úgyhogy folyamatosan haladnak a munkálatok. Ez mit jelent a lakosok számára? Mikor tudnak rá csatlakozni majd a rendszerre? Hát valójában majd ugye valamikor a tavasszal, de már most is minden héten csütörtökön a helyi közösségben a vízműveknek egy munkatársa szeretettel várja a palicsi lakosokat, hogy érdeklődjönek. Azt szoktuk mondani már a munkálatok megkezdése előtt, azt terjesztettük, hogy mindenki, akinek az utcájában elindulnak a munkálatok, jöjjön be, érdeklődjön, mert ugye nem elég a jó szándék, hanem papírokkal is igazolni kell, illetve hát biztosítani kell különböző papírokat ahhoz, hogy a rácsatlakozás megtörténhessék, és ezt utána a vízművek illetékesei fogják jelezni, hogy mikor kerül sor a szerződés kötésre. És maga a rendszer mikor indul meg, tehát mikor kerül a szennyvíz a tisztítóba? Hát erről nekem bővebb információim nincsenek, de hát ha minden előreláthatóan remélhetőleg jó fog alakulni, akkor a jövő évben ez már meg fog valósulni. Térjünk át egy másik témára, az egészségház és az óvoda problematikájára. Ezzel mit tudnak kezdeni? Hát a helyi közösség már több éve harcol egy új óvodának a megépítéséért, hiszen nagyon két elavult épületben egyáltalán nem korszerű, nem is óvodának épült épület az egyik, ugye a másik épület, ami óvodának épült, az tulajdonképpen már a szavatossága, úgy mondjuk lejárt, hiszen nem időtálló anyagból épült, beázik, tehát egyáltalán semmiféle, ha úgy nézzük, európai szabványnak nem felel meg, és hát nálunk ez prioritást élvez a helyi közösség részéről. Ígéret nagyon szeretnék. Erre, hogy valamit? Ígéretek konkrétan nincsenek, de most ugye több Szerbia szinten is több olyan alapítvány útjára indult, ahol megpróbálunk minden
mindent bevetni annak érdekében, hogy komolyan vegyenek bennünket, és hogy hát ebben is segítsenek bennünket, hogy mielőbb engedélyes tervdokumentációnk legyen, és természetesen ugye ez az előfeltétele annak, hogy utána az építés is megkezdődhessék. Ehhez egyértelmű, hogy a helyi közösség önereje nem elég, mi csak a jó szándék lehetünk, illetve azok, akik hát elindítjuk a folyamatot, nagyon szükség van arra, hogy támogassonak bennünket úgy városi szinten, mint tartomány és köztársasági szinten is, de én bízom benne, hogy meg fogjuk kapni ezt a támogatást, hiszen az óvodák valóban már elavult állapotban vannak. Ami az egészségházat illeti, itt is tudni kell, hogy egy több mint 100 éves épület szolgál most Endre a célra, és hát ugye a restitúció folyamatában ezt az épületet ugye vissza is igényelték. Most ennek a jogi folyamata van, hogy az igénylő visszakapja, nem kapja, értesüléseink szerint, tehát ugye ez nem 100%-os információ, de így tudjuk, illetve hát az egészségházak vezetőségével is már beszélt a helyi közösség vezetőség több ízben arról, hogy valóban megérdemelni Palics, hiszen Palicsra nem csak a palicsiak járnak, főleg ha a gyerekorvosi rendelőről beszélünk, hanem a környező településről és Ludasról, Hajdújárásról is járnak ide emberek, illetve a gyerekek mindegyik része ide tartozik. 2020-as költségvetésben jelentős összegeket hagytak jóvá a wellness központ kiépítésére, ami megkezdődött. Tudom, hogy nagyon nehéz azt megmondani, de önök mire számítanak, mikor nyílik meg a Palicsi Wellness Központ? Tehát ugye a Wellness Központ két év kiépítésével a Park Palics Kft. Van megbízva. Értesüléseim szerint ők a második körös, illetve hát a második fázisnak a írására már megindították a közbeszerzést, és hát bízunk benne, hogy az majd, amikor szerencsésen véget ér, akkor valamikor a jövő év elején ismét folytatódnak a munkálatok. Nagyon szeretnénk, ha már jövőre fürödhetnénk ezekben a medencékben, de mivel nincs kristálygömbünk, sajnos nem tudjuk látni, hogy ez megvalósul-e, és hát valóban a helyi közösségében nem illetékes, hogy véleményt alkosson. Mi csak bizakodni tudunk, hogy mielőbb ez a beruházás is befejeződik, és hát a lakosoknak majd lehetőségük lesz, hogy fürdőzzenek ezekben a medencékben. Több rendezvényt is tartottak már a még készülő Palicsi Magyar Művelődési Központban. Mit hozott ez a központ Palicsnak, Palics kulturális életében? Tulajdonképpen ez is a helyi közösség, illetve a Palics Magyar Művelődési Egyesületnek a nagy álma volt, amihez azt kell mondani, hogy a Magyar Nemzeti Tanács, a Vajdasági Magyar Szövetség, a Bethlen Gábor ZRT mindenki támogatását nyújtotta, és ahhoz, hogy egy engedélyes tervdokumentáció legyen, ahhoz mindezeknek a segítségére szükség volt. Viszont mikor az engedélyes tervdokumentáció elkészült, akkor se a helyi közösség, se a művelődési egyesület nem annyira erős anyagilag, hogy egy ilyen nagy projektumot véghez vigyen. Innentől fogva ugye egy határon átnyúló IPA projektumba Szabadka város lett az, aki a művelődési ház kiépítésével meg lett bízva. Ahogy Mórahalom esetében is látjuk, mert hogy ugye Mórahalom volt a másik, még, illetve hát Újvidék város is, meg a DKMT, de illetve a tartomány, de ennek ellenére Mórahalmon is, amikor a művelődési ház elkészült, akkor még a hivatalos átadó előtt már rendezvényeket bonyolítottak le a művelődési házban, és úgy gondolom, hogy ez a Palicsi Művelődési Ház esetében is így van. Ez most a projektum keretein belül valósul meg, tehát erre, ezekre a projektumokra a lebonyolító szerv, az a Szabadka város az, aki kiírta a pályázatokat, ebben sem a helyi közösség, sem a művelődési egyesület nem vesz részt, mint ahogy mondtam már, azért, mert nem elég erősek anyagilag, hogy egy ilyen komoly projektumot, ennyi rendezvényt le tudnának bonyolítani. És akkor a végére még csak egy kis ízelítőt kérnék. Ugye téli időszakban is azért Palics várja a turistákat, nem csak nyáron, még az évben mivel várják a
a palicsiak, a palicsra látogatókat. Most a következő rendezvényünk, amire nagy szeretettel várunk mindenkit, az most pénteken 20-án 17 órakor lesz, az pedig a Palics Magyar Művelődési Egyesület karácsony műsora lesz. Aztán pedig hát bízunk benne, hogy előbb-utóbb hozzánk is megérkezik az a tél, amit hát lehet, hogy a fűtés szempontjából annyira nem várunk, de mégiscsak jó lenne, ha olyan tél lenne, ahol korcsolyázni lehetne a tavon, lenne zimankó, lehetne hóembert építeni, de ez csak a jövő majd megmutatja, hogy ezeket a vágyainkat teljesíti-e. Hát így legyen, talán korcsolyázunk még ma idén a Palicson. Dobó Mártának köszönjük, hogy befáradt. Köszönöm, és áldott ünnepeket kívánok a kedves tévénézőknek is. Négy évre eltiltotta Oroszországot az olimpiai és világbajnoki részvételtől a nemzetközi dopping ellenes ügynökség a laboratóriumi eredmények manipulálása miatt. A kitiltás még sok bonyodalmat okozhat, hiszen például Oroszország jövőre a futball Európa bajnokság egyik helyszínét adja. A részletekről dr. Tiszeker Ágnessel, a Magyar Antidopping csoport vezetőjével, Vadlövő Gabriella beszélgetett Budapesten. Négy évre eltiltották, vagy eltiltják majd az orosz sportolókat a világversenyektől, a miértekről pedig Tiszeker Ágnest, a Magyar Antidopping csoport vezetőjét kérdezem. Eltiltották az oroszokat négy évre, vagy eltiltják? Mit jelent ez pontosan? Milyen szankciókat von ez maga után? Még nem tiltották el, a Nemzetközi Dopingellenes Ügynökség, a WADA hozott egy ilyen határozatot, de ahhoz, hogy ez jogerőre emelkedjen, természetesen van jogorvoslati lehetősége Oroszországnak, és úgy tűnik, hogy élni is fog vele, legalábbis Putyin elnök már bejelentette, hogy megfellebbezik ezt a döntést. 21 napjuk van arra, hogy eldöntsék, hogy ténylegesen ez megtörténik-e. Ha igen, akkor a Lozánban székelő sportválasztott bíróság elé tudnak menni, és annak a határozata, ha jóvá hagyja a WADA döntést, akkor lesz jogerős, és onnantól számít az eltiltás. Négy éves periódusról beszél a WADA. Többen hangsúlyozták, nem csak a WADA részéről, hanem a Nemzetközi Olimpiai Bizottság részéről is, hogy nem a sportolókat akarják ezzel elsősorban büntetni. Nyilván a dopingoló sportolók nem lehetnek ott, de a nem dopingoló sportolók, vagy azok a sportolók, akik bizonyítani tudják, hogy ártatlanok, és semmilyen összefüggésben nem hozható a nevük és személyük a manipulációval, azok ott lehessenek a nagy eseményeken, praktikusan a jövő évi. Nem, tehát ez a büntetés lényege, tehát ott lenni ott lehetnek, de a nemzeti szint, tehát az orosz államnak a felségjelzéseit, ha lehet így mondani, tehát minden, ami az orosz államra jellemző, legyen az a címer, legyen az a nemzeti színű lobogó, akár a himnusz, vagy a nemzeti színű mez, ezeket nem használhatják. Orosz diplomata nem lehet jelen a versenyeken, tehát az államot akarják ezzel sújtani, hiszen ugye a vád az volt, ami most már úgy tűnik, hogy komoly bizonyítást is nyert, hogy rendszer szintű államilag asszisztált manipuláció volt, amire Thomas Bach, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke azt mondta, hogy ez súlyos támadás az olimpiai eszme ellen. Léteznek ennél súlyosabb szankciók is, mint ezek, amiket most felsorolt? Nem nagyon. Tehát azért ez egy elég komoly büntetés, ugye pláne négy évig, hiszen itt nem csak arról van szó, hogy orosz sportolókat nagyon komoly kritériumok szerint lehet csak nevezni egyáltalán név szerint és egyénileg a különböző sporteseményekre, hanem egy másik büntetés is jár ezzel együtt, ami talán még súlyosabb egy ország szempontjából, hogy nem rendezhetnek adott időszakban nemzetközi sporteseményt. Tehát most már pályázni egyáltalán nem pályázhatnak. Egy csomó verseny van, amit rögtön el is vettek, és a kvalifikációs versenyeket, vagy a világbajnokságokat már nem ott rendezik. Hát a nagyon izgalmas kérdés a labdarúgó Európa bajnokságnak a meccsei, ahol ugye Szentpétervár rendező város. Meglátjuk, hogy mi fog történni, ebben még nem született döntés. Ezzel a fellebbezéssel meddig húzható az idő, illetve amíg a fellebbezés időszaka tart, amíg nem jogerős az ítélet, addig nem vonatkoznak nyilván ezek a szankciók az orosz sportolókra és Oroszországra? Ez egy nagyon jó kérdés, és ez egy nagyon jó meglátás, ez így van, tehát az időt lehet húzni, akár hónapokig is, hát tudjuk azért egy jogi procedúrában azért itt eléggé komolyan tud az idő telni, mire ők szakértőket hoznak, nyilván egy ellenvéleményt alakítanak ki, azt meghallgatja a KASZ, egyáltalán nem biztos, hogy azonnal döntés fog születni.
Nagyon fontos a nyelv ilyenkor, ugye a sportnak a hivatalos nyelve az angol és a francia, tehát minden, ami oroszul elhangzik, vagy ami orosz dokumentum, azt be kell nyújtani angolul vagy franciául. De ezek azért mind nehezítő körülmények, és mind bizony húzhatják az időt. Meglátjuk, én azt gondolom, most megy azért a számolgatás, de nem véletlenül találta ki a VADA egyébként nagyon okosan, ha szabad így mondani, a 4 évet, hiszen ha nem Tokió, akkor Párizs. De valamelyik olimpiát le fogja fedni a 4 éves eltiltás, és ez volt a fő szempont, hiszen ez a legnagyobb büntetés, hiszen a világ legnézettebb, leglátványosabb sporteseménye talán maga az olimpia, ami 4 évente kerül megrendezésre, tehát valamelyiken biztos, hogy nem jelenhet meg az orosz állam, mint hivatalosan. Hogyan kell egyébként elképzelni a sportolók életét dopping ellenőrzés szempontjából? Azt jelenti, hogy a nap 24 órájában bármikor felébreszthetik őket, és egy ellenőrzéssel alávethetik? Igen, de sokszor mondják a sportolók, valóban egyébként nem könnyű ma élsportolónak lenni, és az élsportolói lét az bizonyos kötelezettségekkel és szabályokkal és szigorral jár, de azért ez városi legenda, hogy a nap 24 órájában bármikor becsörtet a doping ellenőrzés, szegény sportolót kirángatja az ágyából, vagy megnézi, hogy és még ki van ott a szobába, szó sincs róla. Tehát főszabály szerint ugye meg kell adnia az edzés idejét, az edzés helyét, a versenyeinek a helyét, de hát ha úgy tetszik, ez a munkahelye és a munkaideje. Érdemes feltétlenül megadni az utazási időket, ez egyébként az ő érdekében is van, hiszen ebben az időszakban nem keresik, amikor utazik. Tehát nyilván azért az nem szerencsés, volt ilyen, aki 3 hétig utazott egyfolytában, tehát azzal azért már körbe kerülheti a földet is, de nem célszerű azért ilyeneket megadni, de azt gondolom, hogy azért az fontos információ, hogy mikor, merre jár a sportoló, de főszabály szerint, amikor pihen, vagy nincs edzése, vagy már vége van a szezonjának, azokon a napokon 1 óra ráérési időt kell megadnia este 11 és pontosabban reggel 5 és este 11 között. Tehát azért ez nem olyan elviselhetetlen történet. Ami nehéz ebben, hogy ha változás van, akkor azt időben jelezni kell. Tehát inkább az, hogy előre meg kell adni 3 hónapra az edzéstervet, meg az elfoglaltságot, és bizony, hát ha az változik, akkor részben kell tartani, hogy a változást. Azt mindig be lehet jelenteni, bármikor a nap 24 órájában, csak gondolni kell rá. Mi a helyzet a magyar sportolókkal? Magyarország hogy áll most a dopping terén? Szerencsére nem küzdünk olyan problémákkal, mint Oroszország, de nem jelenti azt egyébként, és ez nem csak a magyar sportolókra vonatkozik, hanem akár a kínai, vagy az Egyesült Államok beli sportolókra is, tehát nem gondoljuk, hogy ők nem dopingolnak. Nem biztos, hogy rendszer szintűen kell ehhez dopingolni, de a doping az nagyon is jelen van a versenysportban és az élsportban. Sajnos azt kell, hogy mondjam, és ez a VADA-nak az állásfoglalásában is látszik az újravizsgálatokban, az olimpiai minták újravizsgálatában, számos pozitív eset jött elő. Nem véletlen, hogy az egyik nagy fegyver, hogy 10 évig őrzik a mintákat, és 10 évig elő lehet venni az olimpiai mintákat, és újra vizsgálni adott analitikai színvonalon, új technikával, új eszközökkel, új módszerekkel, és mindig jön belőle újabb és újabb pozitív. Magyarország egy olyan pici ország, amin át is megy mindenféle dopingforgalom is, meg felvevő ország is. Hát itt ülünk Európa közepén, tehát pláne az internet világában bármit be lehet szerezni és meg lehet rendelni. Én azt gondolom, elég komoly a szigor, rendszeresen vannak felvilágosító előadások, dopingellenes képzések, mindenféle edukáció. Magának az olimpiai nevezésnek is feltétele, hogy minimum 4 alkalommal dopingellenőrzésen kell részt vennie a sportolónak. Tehát, hogy próbáljuk ezt a rendszert fenntartani, és az állandó jelenlétet, az elrettentést biztosítani. Ezzel együtt idén is volt számos pozitív esetünk, olimpiai sportágakban is, de hát talán ez azt jelenti, hogy a rendszer működik és élesítve van. Tizenállásra köszönjük szépen. Köszönöm szépen. A közügyeket Budapestről Vadlövő Gabriella tudósította. Csoka községben az elmúlt időszakban több jelentős beruházás is megvalósult, és számos munkálatot terveznek a jövőben is. Ezekről beszélgetek Kormányos Lászlóval, tartományi képviselővel, a VMS Csókai Szervezetének elnökével. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Akkor próbáljuk először így összefoglalni, hogy Csókán milyen infrastruktúrális beruházások zajlanak jelenleg. Hát jelenleg mondhatom, hogy az egyház közösségeknek folynak a legnagyobb beruházások.
Egyet szinte a tiszaszentmiklósi Szent József, ugye katolikus templomnak a felújításának a végét, a kifizetés előtt áll a beruházás, és a napokban aláírtuk a Csókai Szent Háromság katolikus templomnak amelyik egyben műemlékvédelem alatt is van, a kerítésének a kiépítését, amelyet két szakaszban tervezünk megépíteni. A kivitelezővel alá is lett írva a szerződés, és ami fontos számunkra, ez több mint 6 millió dináros ugye, beruházás, és szinte egy két héten belül, tehát az új évben hozzá is fog a kivitelező a megépítéshez. Ugye a csókaiak körében az ivóvíz hálózat bővítésére támadt igény, ezt tervezik-e, sikerül-e majd ezt elkészíteni? Mindenféleképp, amikor Csókáról beszélünk, ez egy nagy projekt, amivel belefogtunk 3 évvel ezelőtt, és sikeresen is vették a lépéseket, mert eljutottunk az 5. fázisnak, az A fázisát is sikeresen fejeztük, több mint 12 millió dinár értékben. Természetesen ezeknek az összegeknek több mint fele pályázati pénzek a tartományi mezőgazdasági titkárságról, és eljutottunk az 5B-hez, amelynek az összértéke 22 millió dinár nagyságrendben van, és annak pedig folyamatban van a közbeszerzésnek az elbírálása, így mondván, ami kicsikét zűrös volt a körül a helyzet, és várjuk a kivitelezővel a szerződést, és annak is a befejezését. Maradt az 5-ös C, amit a jövő éves tervben, a jövő éves költségvetési tervben. Ezek az ABC alfázisok, van, ezek mit van. Takarnak konkrétan? Hát maradtak még egyes részei a kisebb utcáknak, így mondja, a fő utcáknak a vízvezeték hálózat, így mondja, a felújítás az megtörtént, maradtak a kereszt utcák. Most nem sorolnám itt a Dózsa-György utcát, ugye a Beogradska és a Munkás utca, magyarul mondva. Ez a három utcának, ők tartalmazzák a B fejezetét. Természetesen szeretném kihangsúlyozni azt is, hogy a többi településeken is folytatódnak ezek a munkálatok. Padén több mint 2 millió értékben folytatódik az ivóvíz minőségének a javítása. Egyes szakaszok, mint Kanizsa Monostoron, kisebb szakaszok, kisebb beruházások, ez 1-2 millió dináros értékben, ezek a jövő évi terveink. Tehát azt lehet mondani, hogy, és természetesen kihangsúlyoznám azt is, hogy a jövő évi költségvetésben a közkutak, hát így mondjam, a beüzemeltetésére több mint 30 millió dinárt láttunk elő. A település lakosságának a számától és a nagyságától függően lesznek majd tervszerűen ezek a kutak megépítve. Kernimre államtitkár azt nyilatkozta nekünk, hogy több vajdasági út felújítását fogják pénzelni. Ezek közül van-e, ami Csóka községet érinteni? Hát nagy örömet jelent számunkra, hogy sikerült az a famózis 1000 kilométer, ami talán a magyar érdekeltségi közutak megépítését illetően, tehát a Tiszaszentmiklós és Hódegyháza, ami kimondottan magyar érdekeltség, és itt szeretném megköszönni, hát így mondjam, államtitkár úrnak, és természetesen a Vajdasági Magyar Szövetségnek a stratégiai partneri viszonyát, ugye így mondjam, a jelenlegi szerb kormánya, hogy sikerült közös nevezőre jutni, és így ez több mint 100 millió dináros beruházás, ami egy teljes felújítást, útszakaszt több mint majd megközelítőleg 5 kilométer hosszan, és ez több mint 50 éve ez az út már ilyen, hát így mondjam, csak tódozva-fódozva van, és ez egy nagy, hosszú éves vagy évtizedes álmok fognak így megvalósulni. Remélem, hogy az év elején már ezeknek a dolgoknak sikerül elébe járni, és hogy meg is fog épülni. Ez nyilvánvalónak, helyieknek nyilvánvalóan ez egy minőségi ugrás lesz. Szintén minőségi ugrás az életvitelben a szociális háló, amely önöknél működik a községben. Kik segítik itt a rászorulókat? Hát mindenféleképp a községi költségvetésben a maga a szociális központ keretén belül az idősek gondozására nagy hangsúly van fektetve, és több mint 22 millió dinár évente pályázati saját eszközből vagy saját forrásból az idősek gondozására van fordítva. Ide sorolnám, mint több mint 12 millió dinár, így mondjam,
Hát az óvoda keretén belül működő, hát nem sérült gyerekek, hanem fogyatékkal rendelkező, vagy hiányossággal rendelkező gyermekeknek a nappali foglalkozására komoly hangsúly van fektetve éveken, hosszú éveken hátramenőek, és természetesen ide sorolnám azokat az ösztöndíj programokat, amit a évente a községi költségvetésből az egyetemistáknak a támogatását, a középiskolás diákoknak az utaztatására szánt összegek. Ezek komoly értékek, és aki ide szeretném még felsorolni azt is, hogy a egyes különböző források, gondolok itt a Magyar Nemzeti Tanács, az anyországból érkező plusz ösztöndíjak, a beiskolázási csomagok, ugye a Magyar Tanulói Szülőföld program keretén belül is nagyon szép összegek jutnak így a szociális hátrányban részesülő családok, és így bizonyos mértékben megoldják, vagy megoldódni látszik ezek a hiányosságok. Tehát akkor jövőre is sok sikert kívánok a munkába. Köszönjük szépen, hogy befáradtál. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Maradjunk még egy kicsit Csóka községben. Egyházas kér az Aranka köz legkisebb települései közé tartozik. A tőzsgyökeres lakosságot több mint 200 éve kitelepült szegedi dohánykertész és a makói hagymatermesztő családok alkotják. A fokhagyma kertészet már a falu egyik legfőbb megélhetési forrásává, országos és nemzetközi szintű ismertető jegyévé vált. Az egyházaskérieknek csak egy valami maradt meg kertészkedő elődeiktől. Ahogy riportalanyunk Fehér Mária fogalmaz, megmaradt a szorgos kéz, az álhatatos kitartó munka a nehéz fekete szurokföldön. Ahogyan azt apáiktól, nagyapáiktól tanulták, hogy a földet bekövetni, parlagon né maradjon, a parasztember ne számoljon, a parasztember dolgozzon. Valószínű, hogy a szurkos fekete főd, ez a réti főd miatt nem bírták ősszel rakni. Ezért fejlődött ki ez a tavaszi fajta, vagy ilyen nem. Is volt? Van tavaszi hajma, meg van őszi. És az most is van még. Csak ez tavaszi. Az őszi, az nem elállós. De a tavaszit, ha hűvös helyre tegyük, sötét helyre, akkor még augusztusban is lehet használni. Elállós. Igen, nagyon jó minőségű. Igen. Régen a nagyapáink azok mindjárt így ütették, düllő hosszan vagy? Körözbe, és mikor sáros volt a föld, mert a fokhajma szereti, hogy korán, január-februárban vitték még a deszkát is, és arra térgyepültek, és úgy rakták a hajmát, körözbe így a főd. Hallottam, hogy kukoricát is vetettek közé a sor közökbe. Negyedik sorba vetöttünk kukoricát. Fehér kukoricát jobban, mert akkor még az volt jobban a divat. Azt ötték úgy télen, mikor kártyáztak, akkor fehér kukoricáztak is. Nagyapámnak volt egy meséje, hogy ő még a pálinkát is fokhagymából. És kérdezték tőle, mert ő a vasúton dolgozott, igen. Tudja, az öreg kocsis. És azt mondja, hogy azért, hogy pálinkát is fokhagymából. Hát azt mondja, egyszerű, eladtam a fokhagymát, igen. Vettem rajta pálinkát. Igen. Nem könnyű munka, nagyon nehéz munka. Én már raktam úgy hagymát, hogy így megfogtam a földet, és nem bírtam megmozdítani, de majd megfagytunk, leültünk a végén, egy kicsit vártunk, elkezdtük mögent ültetni. Ha nem rakja le röndösen a földbe, az mind a fokhajma földjön, nem olyan, mint a vöröshajma. Fönt a tetején fehérli. Így fehérlődtek a sorok, azt mind be kellett kapázni. Jó mélyen, ha megkapálom, az olyan, mint hogyha egy esőt kapott volna. Hát igen. Én még máma is, sajnos,
nekihajulok öreg létömre, és én szeretem azt a mögkapálni, mert én ezt így szoktam meg. A szedése is kézzel volt régen, nem volt semmi motorizálva. Ásóval szedtük. Első nap amennyi hólyag a kezünkön ki tudott gyűnni, az utoljáig már majd leszakadt a szívünk, de csináltuk, mert muszáj volt. Igen, nem voltak olyan kisások. Igen, és így. Igen, vagy voltak kapacsok is, mikor könnyebben. Hát az nem a jó volt, mert a hajmát én nem szedtük, igen, hanem így ásóval, igen, így. Igen. És tessék azt, ha kemény volt a föld volt, mikor még a térdünket is oda tettük, mert már a kezünk nem bírt. Viccesen szokták is mondogatni, hogy bár mentek volna az ősök tovább, azt nem itt hagyták volna azt a fokhagymát, mert büdös is, de amúgy meg a munkája nagyon nehéz. Valamikor nem megpucolva hagytuk a maghagymát, hanem így, szárastó. És ezt összecsomóztuk ilyen nagy csomóba. Összekötöttük, és akinek volt sok, nem tudta másképp tárolni, akkor, hogy ne fagyjon meg, mert nagy telek voltak valamikor, akkor szalmával betakarták. Nézték, töttek oda mellé vizet, ha a víz fagyott, akkor még töttek rá szalmát. Igen. Így tároltuk valamikor régen, meg a nagyszüleink, a szüleink is. Komrába is úgy fő volt kötözve, igen, ugye, olyan kukákra. Igen, 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 igen. Nagy pallás főjárókban, akkor tájban hát még voltak. Nagyapám mesélte, hogy Trianon után nagyon sok fokhagymájuk megmaradt, mert itt a határzár, igen, és hiába kereskedő megérkezett itten valamikor augusztusban, vitte volna a hagymát, de szömtelenül olcsó áron. Igen. Nem adták oda, pedig abban az évben egész utcát bírtak volna venni rajta. Aztán benragadt a hagyma, azt tovább nem bírták eladni, mert nem volt az az összeköttetés makóval, hogy vigye a hagymánkat. Hát Szabadkára is vittek. Ekkora hagymát vittek, de Szabadkán csak ekkora terem. Ekkora. Tehát a mi földünk ez... Ez a mi földünk termeli ezt a hagymát. Legjobb hagymát. Igen. És bárhova viszik. Sehun nincs ilyen ebből a tavaszi hajmából. Mindig visszagyűnnek. Igen. Igen. Miért? Mi hozzánk? Mi hozzánk azért, mert ebbe a földbe tud csak mögteremni szép fokhajba. A verbicai tavaszi fokhagyma meghatározó jelentőségű a település múltbéli és jelenkori társadalmi gazdasági életében. Az egyesületi szervezésben is zajló értékesítés és márkázás során pedig nemzetközi tekintélyre is szert tett. A Szabadkai Népszínház Magyar Társulata új bemutatóra készül, a Fekete Péter című zenés vígjátékot pénteken este 7:30-kor mutatják be a Jadrán színpadon. Ezzel kapcsolatban beszélgetek Körmöci Petranella művészeti vezetővel. Jó estét kívánok! Jó estét! Hát így évvégén rendszerint zenés vígjátékkal jelentkezik a Szabadkai Népszínház Magyar Társulata. Miben különleges most a Fekete Péter? Hát, amiben különleges igazán az, hogy élő zenével játsszuk, tehát zenekar van a színpadon. Ez ma már sajnos a színházakban nagy luxus, hiszen külön egyeztetést és külön anyagiakat is kíván. Viszont nagyon örülök, hogy ez sikerült és összejött, egész más hangulata van ilyenkor egy-egy zenés előadásnak. Illetve különlegesség még az is, hogy a 20-valahány szerepet mindössze 6 színész játssza el, és ettől nyilván bravúros, mert a Fekete Péteren kívül mindenki játszik minden mást is. És miről szól maga a Fekete Péter? Hát természetesen, mint minden operett, a szerelemről szól elsősorban, viszont eddig nem olyan könnyű ám eljutni. A gazdasági
világválságot is érintve, a tőzsdekrachot belekapcsolva az egészbe jön létre, két, illetve három páros között is a szerelem, és mind, ahogy ez a mesékben is lenni szokott, illetve az operettekben is, minden jó, ha a vége jó, és itt egymásra találnak a párok, úgyhogy szerencsés, jó kimenetele lesz az előadásnak. Ne lőjük el ugye előre a poént, de itt említette, hogy azért a szereposztás nem olyan egyszerű, de kik játsszák a főszerepeket? A Fekete Pétert Hajdú Tamás játsza, Pálmár Csilla játszik még a darabban, Fülöp Tíme, a Szirászki Katalin, aki nyugdíjba ment, de azóta, ha lehet ezt mondani, még aktívabb, illetve Ralbowski Csaba és Barát Attila. Tehát itt megszokhattuk, hogy különböző volumenűek az előadások a Szabadkai Népszínház Magyar Társulatánál, de mondjuk ez egy ekkora volumenű előadásnál a színészeknek ez mit jelent? Kihívást, egy próbatételt? Nagyon nagy próbatétel szerintem, mert nem elég a prózával foglalkozni és a szöveggel, hanem táncolni kell, legalább ugyanilyen szinten, énekelni kell ugyanilyen szinten, sőt nem árulok el nagy titkot, hogy a díszletnek is van egy érdekessége, hogy időnként meg is kell rajzolni. Tehát, hogy mindenféle művészeti tudást itt összegyűjtöttek, ez sokkal több időt vesz igénybe, és sokkal több energiát is természetesen. Az általunk ismert színészeknek, a fellépőknek mennyire áll közel hozzájuk a zenés vígjáték, a zenés darabok játszása? Szerintem a Népszínházhoz általában közel áll. Pálmár Csilláról például tudjuk, hogy ő egyébként is énekel, tehát együttese van, legutóbb éppen Budapesten lépett fel, tehát hogy hozzá különösen közel áll. Fülöp Timi játszotta az Osztigás Mici főszerepét, tehát ő ezzel debütált itt nálunk, tulajdonképpen, mint fiatal művésznő. Ralbowski Csabát is többször hallottuk már énekelni, tehát egyáltalán a társulathoz úgymond közel áll. Hát ez egy pici hiányosság talán, hogy nekünk nincs hangképzésünk folyamatosan, de nagyon sokat segít egy-egy ilyen zenés darab, mert akkor az ember egy kicsit magán is tud dolgozni. Az előadást élő zenekar kísérő, ugye ettől lesz különleges, és ezt hogy állították össze? Saját zenekar, vagy külsősök alkalmazása, esetleg is-is? Is-is. Nagyon örülök, hogy a zenekarba bevontunk egy középiskolást is, Bíró Mátét, illetve, hogy a mi volt zenekarunk egyik nyugdíjas tagja, Lakatos Mátyás is képviselteti magát, tehát ez azt jelenti, hogy egész tág a korosztály, fiatalok, idősek együtt. Kucsara Géza zenei vezető, illetve ő hangszerelte. Hát őt ismerjük, mert igen, számos igen, előadásból. Igen, tagja, így van. És van még egy hangszerünk, őt is ismerjük már a Mágnás Miskából, Alfredot, tehát ők négyen játszanak, de hát róluk is el kell mondani, hogy igazán bravúrosak, hiszen egy egész zenekart pótolnak ők négyen. Arra törekedtünk azért, hogy utaztatni is tudjuk az előadást, tehát nagy zenekarral vagy óriási díszlettel ezt nem engedhetnénk meg magunknak. Ejtsünk néhány szót a rendezőről és Mezei Zoltánról. Hát őnek is azért kihívás lehetett egy ekkora produkciót elkészíteni. Igen, Zoli már nem először rendez zenés darabot, sőt, ha lehet ezt mondani, neki ez a zsánere, hiszen valamennyi Szabadkán rendezett darabja a zenés volt, mi több operett, de bizony kihívás, és neki a dramaturggal, Brestánszki Boros Rozival nagyon sokat kellett azon dolgozni, hogy ezek a figurák, akik ugye több szerepben is visszajönnek, ne okozzanak kavarodást, tehát főleg a szöveg szintjén, illetve gondolom elemzés szintjén, neki ez kihívás volt inkább, mint valamikor máskor. Kiknek szól a Fekete Péter az önök előadásában? Mindenkinek szól szerintem, tehát az operett az ugye mese a mesében, vagy színház a színházban, és azt gondolom, hogy 7-től 77 éves korig, vagy 0-tól 99 éves korig ez bárkinek szól. Ugye a bemutató pénteken lesz, ha jól tudom. Van-e még jegy, és esetleg későbbiekben mikor fogják játszani? December 22-én vasárnap is játsszuk. Én úgy tudom, hogy már semmire nincs jegy napok óta, de folyamatosan műsoron lesz, több évadon keresztül, tehát már akár januárra is lehet foglalni, hiszen a januári repertoár is megjelent, úgyhogy vagy feliratkozni várólistára, és akkor a közönségszervező visszahívja az illetőt. Tehát akkor nézzünk, akik most nem láthatják, a Fekete Pétert ne csüggedjenek, lehet majd jegyet kapni későbbi előadásokra. Körmöci Petronellának köszönjük szépen. Köszönöm.
Három év után ismét hangversenyt adott a 111 éves Szabadkai Filharmónia. A Városháza díszterme múlt csütörtökön este zsúfolásig megtelt. A zenekar újjáélesztéséről és a terveikről Zsiga Pállal, a Szabadkai Filharmónia igazgatójával beszélgetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, és köszönöm a meghívást! Miért nem koncertezett a Szabadkai Filharmónia? Mi volt ez a három év kihagyás? Hát sajnálatos módon kiestünk a városi büdzséből. 2016-ban kaptunk utoljára támogatást, és azóta sajnos úgy hozta a sors, hogy úgy mondjam, hogy nem sikerült összehoznunk sajnos egy koncertet se, mivel a városi támogatás nélkül, illetve más támogatások nélkül a zenekar nem tud létezni, illetve koncertezni. De mégis most sikerült talpra állni. Kinek köszönhető ez? Hát valójában én harcoltam fogakörömmel. Meg lehet, hogy most nem így kellene mondani, de ez az igazság. Úgyhogy kimondom, igen, fogakörömmel harcoltam érte, hogy egy 111 éves örökség, ez valójában a szabadkaiaknak és vajdaságnak is, sőt Szerbiának is egy öröksége. Ezt nem lehet csak úgy hagyni, hogy tönkre menjen, és hogy eltűnjön a süllyesztőbe, legalábbis az én személyes gondolataim ezek. Úgyhogy próbáltam több kollégával, külföldi kollégával beszélni, akikkel már ugye hegedűs létemre ugye játszottam már különböző zenekarokban, illetve más formációkban együtt, és valójában a zágrábi kollégáktól, illetve horvát kollégáktól jött ez a nagyon nagy segítség, hogy összekötöttek a Parma Recordings egyik főigazgatójával, illetve a főigazgatójával, és október végén pedig több hónapos ugye, e-mailezés után végül is összehoztuk Zágrábban a nagy találkozót, és hát megbeszéltük, hogy ennek a dolognak muszáj, hogy funkcionáljon, mert őnek is hihetetlen, hogy egy 111 éves zenekart hagyjanak kárba veszni. És akkor új támogatóval múlt csütörtökön sikerült egy új koncertet is a Szabadkai Városházában összehozni teltház előtt. Milyen darabokkal készültek? Valójában volt három amerikai kortárs zeneszerző darab, amit kettő közülük hát világpremiér volt, illetve premier volt itt Szabadkán, amire nagyon büszkék vagyunk, mi zenészek, a Szabadkai Filharmónia tagjai. Amire még nagyon büszke vagyok az, hogy egy nagyon nagy és nagyon nagy tudású karmester, Mirán Vaupatics, aki egészen Zágrábtól egészen New Yorkig, a Carnegie Hallig már dirigált, és ő vezényelte a Szabadkai Filharmóniát most csütörtökön, és többször is lesz a szabadkai közönségnek része abban, hogy ezt a kiváló szakembert lássa és hallja majd Szabadkán. Akkor beszéljünk kicsikét a Filharmónia tagjairól, kik vannak, kik vesznek részt. Önön kívül természetesen. Természetesen. Valójában azt kell, hogy tudják, hogy mióta létezik a Szabadkai Filharmónia. Szóval 111 év alatt mindig az volt, hogy a Szabadkai Filharmónia és a Szabadkai Zenede közreműködtek. Valójában Lány Jernő, aki megalakította a Szabadkai Filharmóniát, ő volt annak idején, abban az időben inkább úgy mondom, a Szabadkai Zenedének az igazgatója is. Úgyhogy mindig úgy volt, és nagyon sok zenészünk, illetve kollégánk van szerte világban, aki pályafutását itt a Szabadkai Filharmóniában kezdte. De a mostani tagok, hát természetesen a tanárok, a Szabadkai Zenede tanárjai, illetve diákhőjból áll. Szóval szabadkaiak. 90%-a még több szabadkai, ami nekünk nagyon fontos, nekem személyesen is nagyon fontos, mert Szabadkai Filharmóniáról van szó, nem újvidéki, vagy beográdi, vagy akár zágrábiról. Új meccénással, ugye egy amerikai meccénás állt önök mögé. Milyen szerződést kötöttek? Gondolom, hogy egy nagyon le van tisztázva, hogy mi az önök Igen. kötelessége, de a kötelesség mellett hatalmas lehetőségek is megnyílnak önök előtt. Nagyon nagy lehetőségek nyílnak meg, mivel egy óriási cégről van szó, akiknek szóval majdnem Európa, majdnem minden országában ugye van irodájuk és embereik. Szóval
mivel megkötöttük a szerződést a koncert után rögtön Pezsgő mellett, ugye, koktél mellett, alá is írtuk aztat, szóval jogunkban lesz Olaszországban is, Németországban is, illetve Ausztriában, többi európai országokban is, ugye, koncertezni, persze nem, természetesen Horvátországban is. És itten azért mondom ezt, mert nagyon szeretném, hogyha kinyílna a kapu a Szabadkai Filharmónia előtt. Hol fognak, hol lesz a következő koncert? Hát a következő koncert valójában az már most vasárnap fog lenni Budapesten, a Szabadkai Kamara, szóval a Szabadkai Filharmónia Kamara zenekara fog fellépni a Dunapalotában Budapesten, este 18-tól, és úgyszintén nagyon szép és remek művek lesznek. Valójában ez egy nagyon szép adventi koncerttel ajándékozzuk meg a budapesti közönséget. Úgyhogy Budapesten már most vasárnap meg fogják ismerni a Szabadkai Filharmónia Kamara együttesét. 3 év passzivitás után, akkor egy teljes erőbedobással térnek vissza. Mik a távlati tervek? Hova szeretne eljutni a Szabadkai Filharmónia? Megbeszélések jövő év elején fognak lenni, de viszont tervek már vannak. Nem mondhatom 100%-osan, nem gondolkoztam rajta, különben mondjam, de kimondom. A kínai kollégákkal kezdődtek el a megbeszélések, illetve egy turné erejéig, hogy menjünk el Kínába, a Szabadkai Filharmónia menjen el egy turné erejéig Kínába. Tehát ez egy biztosan egy gyönyörű utazás, élmény lesz a nem csak a Filharmónia tagjainak, hanem a kínaiaknak is. Zsiga Pálnak köszönjük szépen, hogy befáll. Én köszönöm szépen. Most pedig, hogy ne csak beszéljünk a zenéről, hallgassunk meg egy részletet a múlt csütörtöki koncertről. A Felsőhegyi Önkéntes Központ már évek óta szervez programokat munkájukról az egyesület elnökét, ő Szabó Norbertet és Szabó Dékány Zsófia koordinátort kérdezem. Először is szeretném köszönteni önöket itt nálunk a stúdióban. És hát a hölgytől kérdem, hogy mik a legfontosabb programjaik a központban? Mi az, amivel foglalkoznak? Szép estét kívánunk, nagyon szépen köszönjük a meghívást. Főként
az Egyesület gyermekekkel, fiatalokkal, az ifjúsággal, ők a célközönségünk, a megcélzott emberkéink, akiknek örömet, jót szeretnénk szerezni, élményeket a faluban, akik itthon maradtak, és itthon maradtunk. De az ifjúságon kívül a felnőttek és az idősek is a mi megcélzott emberkéink. Mik a programok, amiket itt az elmúlt időszakban, akár az elmúlt évben, vagy években sikerült véghez vinni? Szép estét kívánok én is mindenkinek. Hát igen, az első szint is el szeretném mondani, hogy két fő programunk van, a Mikulás napi rendezvényünk, ami az idén 5. alkalommal sikerült, hogy megrendezésre kerüljön, valamint még nagyon népszerűnek örvönt a húsvéti tojásvadászat elnevezési programunk, ami idén 6-szorra sikerült, hogy megrendezésre kerüljön, és itt is már tömegesen vettek részt rajta a gyerekek Felsőhegyen. Mikulás program mit takar ez? Egy kicsikét áruljunk el részleteket. Hát a Mikulás program az azt akarja, hogy ez úgy indult még 2014-ben, mikor megalakult az önkéntes központ, hogy volt egy ötlet, hogy hát látogassunk meg a felsőhegyi gyerekeket, és hogy vigyünk egy kis ajándékot nekik. Akkoriában még ugye kezdetleges volt a dolog, egy kis apró alma vagy mézes kalácsot vittünk, viszont az évek előre haladtával sikerült a civil szervezetben előrelépnünk, és minden évben szebbnél szebb csomagokat sikerült összeállítani. Az idén avval is újítottunk, hogy szerveztünk egy mulatós estet, ahol annak a bevételét mind rákütöttük erre a Mikulás napra, és még nagyobb csomagokat, fotókat tudtunk ajándékozni a felsőhegyi gyerekeknek. Mik voltak ezekben a csomagokban? Nem kell tételesen, csak úgy néhány hát dolgot. Hát voltak ezekben csokoládé, akár tusfürdő, sóspáca, smoki, alma, szóval sok minden, ami így a gyerekeknek örömet okoz, és akkor nekünk mindig is ez a célunk, hogy felsőhegyen a gyerekeknek örömet okozzunk. De nem csak ezzel foglalkoznak, egészségügyi szűréseket is tartottak. Erről mit kell tudni? Igen. Első ízben sikerült nem csak a gyermekeknek, hanem a felnőtteknek is, hogy az egészségét megőrizzük a falunkban, az Észak-Bánáti Egészségügyi Körzettel karöltve egészség megőrző szűrőnapot szerveznünk, vércukor, vérnyomásmérés, szakorvosok eljöttek, tanácsot adtak, ultrahangos vizsgálat, valamint EKG-s vizsgálat is volt a faluban. Mekkora volt az érdeklődés a lakosok részéről? Meglepődtünk, nagy volt az érdeklődés, 87-en regisztráltak, de ettől többen eljöttek. Tehát akkor van igény van, a faluban van, erre? Van. Így évvégén mindig visszatekintünk és terveket szövünk. Önöknél mik a közeljövőben a tervek? Hát a legközeljövőben a tervünk az aranyvasárnap ünnepi kavalkád, ami most vasárnap 22-én fog megrendezésre kerülni második alkalommal, amin úgy érezzük, hogy nagyon jól fog sikerülni, mert van tánccsoportunk, ami az idén indult be, Bábin Beát a vezetésével, ő egy aktivistánk, aki nagyon szépen vezeti ezt a tánccsoportot, 35 felsőhegyi gyerek jár, és az mellett még a felsőhegyi parokja is csatlakozott hozzánk, és ott a többi civil szervezetek, valamint a jövő évre már terve van egy következő jótékonysági bál, amit a népdalbarátokkal fogunk megtartani, mert ugye már harmadszor tartsuk ezeket a jótékonysági bálakat, ővelük közösen, amiből ugye a művelődési házat tudtuk felújítani az elmúlt időszakban, valamint még az évet új évvárással fogjuk zárni. Tehát akkor bőven vannak tervek. Az önkéntes központ működésére nagy szükség van Felsőhegyen? Mit gondolnak a falusiak? Jó ez, hogy önök dolgoznak? Azt hiszük, hogy jó, kell, úgy a kicsiktől a felnőtt, az idős korosztályokig, akár a szegényebbek, akár egy ruhaakció, akár egy bál, akár egy mulatozás, és tudják az emberek, hogy mindig jótékony célt szolgálunk vele. És nagyon-nagyon sok segítőnk van, nagyon sok adományozónk van, és mindenkinek ezúton megköszönjük a segítséget. És fel is pesdíti a faluba az életet. Köszönöm szépen mindkettőknek, hogy befáradtak hozzánk. Mi köszönjük. Köszönjük. Ez volt már a közügyek, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Holnap Farkas Aténa várja önöket hírháttér műsorunkon. Tartsanak velünk akkor is. Most pedig következik a Vitrázs, majd 20 órakor híradó a legfrissebb hírekkel. További szép estét kívánok a viszontlátásra!